10 év alatt 20 alkotó dolgozott abban az öreghegyi alkotótáborban, melynek megálmodója Balanyi Károly, a Kecskeméti Képzőművészek Közösségének vezetője. Károly saját Balaton melletti telkét és pincéjét ajánlotta fel a közösségnek, mely 40 aktív tagot számlál ma már. Az itt készült művek legjava került kiállításra pénteken délután a Híres Agora kiállító termében. Az összefoglaló kiállítás több dimenzióban igyekszik bemutatni az életérzést, melyet az Alföld után a Balaton és az azt karoló hegyvidék nyújt a gondolkodó és érző művészek számára. Színekben, vonalvezetésben, formákban, de még spirituális dimenziókban is igyekeztek éreztetni a képek mindazt, amit a közösség az öreghegynek köszönhet. A rendhagyó tárlat december végéig látogatható a Híres Agórában.